Szükség van minél több hivatásos tűzoltóra Szerbiában, ezt bizonyítja a napokban történt szabadkai tűzeset, és a szerbiai belügyminisztérium pályázatot írt ki tűzoltó képzésére, illetve későbbi alkalmazására. Vajdaságban egyebek mellett Kishegyesen, Bácskosútfalván, Újvidéken, Magyarkanizsán, Adán, Törökkanizsán, Csókán, Zentán és Szécsányban is várják a jelentkezéseket. A lángokban álló Szabadkai Glória Hotel oltásánál több település tűzoltói is segítkeztek, köztük a kishegyesiek is. Ez is azt bizonyítja, hogy szükség van új tűzoltók alkalmazására. A legfontosabb az ilyen esetekben a minél gyorsabb reakció. Hogy hivatásosan csinálják, mondjuk az abu szempontból jobb, mert önnekik az már munkahely. És hogyha valami történik, hogyha többen vannak bent az egyesületben, akik tudnak rögtön menni, de viszont, hogyha csak egy vagy kettő van belülük, ugye akkor riasztani kell a többséget, és az időbe telik. És itt az idő a legfontosabb dolog, hogy mente előbb helyszínre érkezzenek. Idén 27 tűzeset oltásánál segítkeztek a kishegyesi önkéntes tűzoltók a hivatásos társaiknak, akik az egész kishegyesi község területén, valamint az autópályán is helyt kell, hogy álljanak. Új tűzoltókat Kishegyesen is alkalmaznának. Ha megnézzük, hogy a profi tűzoltók hatan vannak parancsnokostól együtt, ez nagyon kevés, hogy a nap 24 órájában mindig a helyzet magaslatán legyenek. Ezért is van itt, hogy elég nagy számba vesznek részt a kivonulásba és oltásokba az önkéntes tűzoltók. Tehát én nagyon-nagyon jó ötletnek tartom azt, hogy ez a pályázat megjelent, és tudomásom szerint Kishegyesről legalább két fiatal ember át fogja adni a pályázatot. A kishegyesi Virág Miklós jelenleg mezőgazdasággal foglalkozik és önkéntes tűzoltó, de hivatásos szeretne lenni, és már be is nyújtotta pályázatát a képzésre. Gyerekkorom óta én már tűzoltókkal versenyekre járunk, sok mindent tanulunk, és egy 2-3 éve már a hivatásos tűzoltókkal is járunk tüzet oltani, segítünk az embereknek. Ilyen pálya, vagy gondolom, programokon is részt veszünk, amikben a hivatásos tűzoltók is részt vesznek, és én nekem ez tetszik is, meg nagyon szeretném, hogyha sikerülne ez a pályázat. A pályázat értelmében 19 és 30 év közöttiek jelentkezését várják. Alapvető feltétel a középiskolai diploma és a C-kategóriás vezetői engedély. Kettős állampolgárok is pályázhatnak, jelentette meg korábban Facebook oldalán Pásztor Bálint, a VMS köztársasági parlamenti képviselője. További információ a Belügyminisztérium honlapján a www.mup.gov.rs oldalon található.